Nem mindennapi kreatív művészeti programsorozatot tartott a Gótai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola a héten városunkban. Az intézmény vezetőinek az volt a célja, hogy a diákok és vendégeik, a Munka utcai alapiskolások ne csupán az iskola falai között szorgoskodjanak, hanem tudásukat, ügyességüket a terepen is kipróbálják, és emellett a város is élettel telítődjön meg. Az első itt a székfestés, amit készítenek a diákok. Kaptak terveket, már múlt héten dolgoztak rajta, mindenki otthon megfestette magának a kis székét, amit itt fog megdizájnolni, megfesteni. Aztán utána készül a pólónyomtatás, amit szintén már otthon elkezdtek otthon tervezni, a stencileket, ezeket a fóliákat kivágták, hoztak pólókat, és Övecki tanárúrral készítik a pólónyomtatás. Itt a háttérben látható az akciófestészet, Fekete Zoltán tanárúr vezetésével. Az akciófestészetről annyit kell tudni, hogy Jackson Pollock munkásához köthető, ugye a 20. század egyik nagy művésze volt, fröcsköléssel, csurgatással, mázolással készíti a képét, és ezt próbálhatják ki a gyerekek is, amiben bekapcsolódnak az alapiskolások is. A Munka utcai alapiskoláról jöttek ma hozzánk 20 diákkal, a pólónyomtatásban is ők vesztek részt. A többi program az a Klapka téren és a környékén van, fotósorozatot készítenek, illetve kaptak fotókat, amiket újra el kell készíteniük, ez az úgynevezett Kolumbusz játék. Kapnak 10 képet, és akkor ezt megkeresik az utcákon, és ugyanúgy le kell fotózniuk ugyanabból a szemszögből, hogy azt ábrázolja. Van még egy program, a csomagoló művészet, ami szintén itt a parkban, itt körülöttünk történik. Ezt Ferdics Béla tanár úr felügyeli, és az a lényeg, hogy becsomagolnak különböző kisebb-nagyobb objektumokat, és ezt így megörökítjük egy fotóval, és aztán ez le van szedve később. Ez pedig Krisztó művészetéhez, ő egy 20.-21. századi művész, és az ő munkásságához kötődik.